az a munkám, hogy megértsem az embereket, hogy mit miért tesznek. Ezekből a dolgokból aztán történeteket gyúrok, és ezek a történetek aztán megjelennek a színpadokon. Imádom ezt a munkát. Általában úgy történik, hogy megkeres a színház, megbeszéljük a születendő mű témáját, megbeszéljük a honoráriumot, kitűzünk egy határidőt, és én nekilátok. És annak ellenére, hogy ezt ennyire imádom, minden egyes újabb mű megszületésénél elfog a félelem, hogy vajon meg tudom-e csinálni, vajon jó lesz-e. Utálni fogják, vagy kiderül, hogy nem is értek én ehhez az egészhez, nem is tudok írni. Pedig mondom, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, úgyhogy ez elég abszurd, tehát olyan, mintha rettegnénk a világ legfinomabb ételétől, hogy itt ez a finom pizza, jaj, úristen, vajon jó lesz? És vajon honnan jön ez a félelem? És le lehet-e győzni? Erről szeretnék most beszélni. Végül is nem nagyon rettegek, csak egy kicsit, de hát itt ugye nem a méret számít, hanem hogy ott van ez az érzés, annak ellenére, hogy már 13 éve foglalkozom ezzel. És nem úgy, mint mondjuk egy számítógépes programozó, aki 13 éve mellesleg házi szappan készítéssel is foglalkozik, mert arra mondhatjuk, hogy hát igen, kicsit csúnya is, meg kicsit büdös is az a szappan, de hát jó lesz, mert hát úgyis csak hobbiból csinálja. Hanem én hivatásszerűen gyakorlatilag reggeltől estig ezt csinálom, és hát azért is dolgozom annyit, mert foglalkoztatott vagyok, nagyon sok helyen játsszák a darabjaimat. Tehát van benne gyakorlatom. És mégis minden egyes alkalommal elfog ez a kétel, hogy meg tudom-e csinálni. Más tevékenységek esetében nem. Tehát mondjuk, amikor állok a fürdőszobában, ez nem az, amire gondolnak. Tehát amikor a fogkefével állok a fürdőszobában, és megpróbálom kinyomni rá a fogkrémet, akkor soha nem fog el a kétel, hogy vajon nem-e fogom mellé nyomni. Sőt, hogyha ott állna mellettem valaki, és így duruzsolna a fülembe, hogy hát én a helyedben nem merném, mert még a végén mellé nyomod, én akkor se félnék, hanem lehet, hogy a fél tubussal mellé nyomnám direkt, hogy megmutassam neki, hogy milyen bátor vagyok. Úgy is marad még elég fogkrém a tubusban, szépen le kell mosni, semmi tragédia nem történt. Ez a helyzet tehát a fogmosással, meg a duruzsoló alakkal a fürdőszobában, vagy bármilyen más hétköznapi tevékenységgel soha nem félek, kivéve, amikor ahhoz fogok hozzá, amit a legjobban szeretek. Három fázist különítettem el. Az első, amikor nekifogok a munkának, és nem nagyon tudom, hogyan kezdjek hozzá, ezért mindenféle butassággal elvonom a saját figyelmem, telefon, közösségi média, filmsorozatok, bármi. Aztán jön a második fázis, amikor megbánom, hogy elvállaltam az egészet. Milyen hülye voltam, hát látszik, nem haladok, hát biztos azért nem haladok, mert nem értek már hozzá, kiégtem, tehát ez nem megy. Fú, ezt vissza kéne valahogy csinálni, vissza vagy lemondani róla. Majd jön a harmadik fázis, amikor már annyira közel van a határidő, hogy bepánikolok, és egyszer csak, mint az őrült, nekilátok, és megy, mint a kés a vajban. Szárnyakat kapok, és nagyon jól érzem magam közben. Kiderült, hogy mindhárom fázis a félelemből fakad. Ezt később kifejtem, most egyelőre szögezzünk le annyit, hogy a félelem az tulajdonképpen jó dolog. Mert hogyha nem létezne, akkor valószínűleg hullanánk, mint a legyek. A világban így is annyi felelőtlen ember van, képzeljük el, hogy mi lenne, hogyha nem létezne félelem. Én most itt ezen a sziklaperemen végig fogok ugrálni fél lábon, nem érdekel, hogy 500 méter mélység van alattam, mert nem félek semmitől. Szóval jó dolog a félelem, mert megkönnyíti a hegyi mentők meg a hullaeltakarítók munkáját, és sok más haszna is van. De miért félünk azoktól a dolgoktól, melyek nem életveszélyesek? Például miért félünk megmondani annak, akibe szerelmesek vagyunk, hogy mit érzünk iránta? Miért félünk kiállni a közönség elé, megtartani egy TEDx előadást? És miért félünk attól a munkától, amit a legjobban szeretünk? Hát igen, itt van ez a nagy dilemma. A kreatív munka esetében
biztos, hogy köze van hozzá az elvárásoknak. Mert ugye például van a gép. Vegyünk egy gépet, amelyik 12-es csavarokat gyárt. Ha most erre a gépre senki nem fogja azt mondani, hogy hát a múltkori csavarja az valahogy jobban tetszett. Hát az olyan csavarosabb volt. Ez a mostani, meg ez olyan... Hát megnézte a párom is, neki is jobban tetszett a múltkori. Nem megy már ennek a gépnek ez a csavar készítő. Tehát a géppel szemben ilyeneket nem mondunk. Ellenben az író azt látja, vagy azt érzi, hogy ugye a géptől azt várjuk el, hogy mindig ugyanazt csinálja, ugyanazon a színvonalon, ugyanabban a minőségben. Az írótól viszont azt várják, hogy legalább olyan jót csináljon, mint legutóbb. Ha lehet, akkor szárnyalja túl magát. Tehát a géppel szemben sokkal elnézőbbek vagyunk, mint az emberekkel szemben. Majd, ha egyszer átveszik a világuralmat, akkor remélem, hogy ezt majd a javunkra írják. Tehát ott vannak ezek az elvárások, amelyek minden egyes művel egyre inkább nőnek, és egyre nagyobb stresszcsomagot pakolnak ránk. Hát nem is csoda, hogy rettegünk. De hát ennél az elvárások okozta stressznél van még egy sokkal mélyebb oka is a félelemnek. Ez pedig egy elég meglepő dolog, a szeretet. Pontosabban az a feltevés, hogyha valami nem sikerül elég jól, akkor szeretet megvonással fognak büntetni. Gondoljunk csak bele, egész életünket meghatározza a jutalom és a büntetés kettősége. Ugye a keresztény vallás is azt tanítja, hogy ha jók vagyunk, akkor a jutalmunk a mennyország, ha pedig rosszak, akkor a büntetésünk az örök kárhozat. Ebben a kultúrkörben nőttünk fel, és ez meghatározza az életünknek szinte minden szegletét. Ugye ha az iskolában, ha jól tanulunk, akkor jó jeggyel jutalmaznak, ha rosszul, akkor rossz jeggyel büntetnek, és még a szüleink is leszidnak. Ha lefogyunk, akkor a barátaink dicsérettel jutalmaznak, ha pedig meghízunk, akkor csak a nagymamánk dicsér meg, az összes ismerősünk tekintetében ott lesz a büntetés. Szóval ebben a kettősségben nőünk fel, és vannak emberek, akiknek az életében a szeretet is a jutalom és a büntetés tengelyen érkezik. Általában olyan családban felnővő gyerekek, ahol a szülőknek nincs elég idejük a gyerekkel foglalkozni. És akkor a gyerek azt érzi, hogy a szeretet az nem jön magától, hanem feltételhez kötött. Valami jót kell csinálniuk hozzá, valami kiemelkedőt. Ha jó jegyet kapok matekból, ha nagyon szépen szavalom el azt a verset, ha jól teljesítek edzésen, vagy valami teljesen értelmetlen versenyen, akkor a szüleim szeretnek engem. Ha viszont kudarcot vallok, akkor nem szeretnek, akkor büntetnek, szeretet megvonással. Legalábbis ezt érzi az a gyerek. És aki így nő fel, az könnyen elképzelhető, hogy felnőtt korában azt fogja gondolni, érezni, hogy ha valami nem sikerül jól, akkor őt nem fogják többé szeretni. Ez a szeretet megvonástól való félelem, ez erre háromféle reakció létezik. Mindenféle félelem, és itt érnék vissza a fázisokhoz, amit az elején mondtam. Tehát mindenféle félelemre erre is háromféle lehetséges reakció létezik. Az első az, hogy lefagyunk, a második, hogy elmenekülünk, a harmadik, hogy szembeszállunk. Ez a három létezik, és ez teljesen összhangban van az írás általam megélt fázisaival. Mert az elején ugye, amikor még kisebbnek érzékelem a veszélyt, akkor ugye nem megy a munka, lefagyok. Hozzá kell tennem, hogy annak ellenére, amit a legtöbb ember gondolna, a lefagyás az akkor következik be, amikor a félelem a legkisebb, nem akkor, amikor a legnagyobb. Hát amikor a legkisebb a félelem okozta stressz, akkor lefagyunk, amikor nő a stressz, akkor elmenekülünk, és amikor a legnagyobb a stressz, akkor szembeszállunk és harcolunk. És akkor ugye, amikor még kicsinek érzem a bajt, akkor lefagyok, aztán szeretnék a második fázisban visszaadni ezt a munkát, kimenekülni az egészből, ez a menekülés fázisa, és a harmadik pedig, amikor közel a határidő, akkor szembeszállok az egésszel, harcolok és megcsinálom, és jól érzem magam. Nem véletlenül érzem ilyen jól magam. Ugyanis, amikor szembeszállunk egy fenyegető veszéllyel,
akkor az agyunk aktiválja a dopamin felszabadító folyamatokat. A dopamin az egy örömhormon. Más szóval az agyunk örömérzettel jutalmaz bennünket, amiért szembeszálltunk a veszéllyel. És ez segít legyőzni a veszélyt, a félelmet. Ez tehát a megoldás, ez a kulcs. Szembe kell szállni a fenyegető veszéllyel, és az agyunk segít ebben. És legyőzzük a félelmet. És itt meg is állhatnék, hiszen megvan a megoldás, de az a probléma, hogy a kreatív munkában ez túl későn következik be. Tehát már ott van a határidő, mire ez eljön. Úgyhogy vagy ezt a félelem, ezt az erős félelemérzetet valahogy valamilyen módon magától megpróbáljuk előidézni, vagy bepánikoltatni magunkat. Hát van, akinek megy ez, nekem így alkatilag ez nem megy. Vagy pedig valamilyen más megoldást próbálunk találni, hogy kikerüljünk a félelem fogságából, és ráléphessünk a bátorság ösvényére. Kérdés, hogy ez lehetséges-e? Szerintem lehetséges, csak hát szükség van hozzá egyfajta ilyen takarító munkára, egyfajta megtisztulásra. Megtisztulni és rátalálni a normalitásra. A normalitásra való rátalálás itt azt jelenti, hogy el kell fogadnunk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. Egy kreatív munkát végző embertől nem lehet azt várni, és a kreatív munkát végző ember önmagától sem várhatja azt, hogy minden egyes munkája olyan legyen, mint a gép által legyártott csavar. Hanem vannak munkák, amelyek jobban sikerülnek, és vannak, amelyek kevésbé jól. És ha valamelyik munka nem sikerül elég jól, hát akkor nem sikerül. Kicsit kellemetlen, mint a mellé nyomott fogkrém. Le kell majd mosni. De attól még marad épp elég fogkrém a tubusban. Szóval azt kell elfogadni, hogy nem vagyunk tökéletesek. Ezt persze tudjuk, csak nem szeretjük. Nem szeretjük azt az önmagunkat, amelyik nem tökéletes. Hanem inkább kis tökéletes világokba menekülünk, számítógépes játékokba, sorozatokba, telefonba. Ó, hát megint kaptam az Instagramon egy szívecskét, mert olyan tökéletes vagyok ezen a képen, és olyan tökéletes nyaralás alatt készült a tökéletes párommal, miközben egy tökéletes vacsorát költöttünk el. De hát ugye ez illúzió, ilyen élet nincs. A valóság az, hogy mindnyájan küzdünk valamivel. Ugye ott van a sok rétegnyi Instagram fotó alatt, tökéletes vacsorák alatt, meg bulik alatt, meg kirándulások alatt, ott van a félelem. Tehát vannak kellemes pillanataink, meg jó napjaink, meg csodálatos heteink, és néha jól mennek a dolgok, de hát azért időnként szomorúak vagyunk, meg dühösek vagyunk, meg féltékenyek vagyunk, betegek vagyunk, üresnek érezzük magunkat, fölöslegesnek, szorongunk. És ez a normális. Ezt kell elfogadni. És megszeretni. És ennek a normalitásnak az elfogadása, és önmagunk tökéletlenségének a megszeretése, az nem hogy az első lépés a bátorság útján, hanem ez már maga a bátorság. Mert ezáltal kinyilvánítjuk, hogy nem akarunk egy illúzióba menekülni, hanem megvetjük a lábunkat a valóságban. Nem kell nekünk Instagram életet élni ahhoz, hogy az életünk teljes legyen. Mert az életünk a maga hiányosságaival és nehézségeivel együtt teljes. És mi is a tökéletlenségeinkkel és hiányosságainkkal együtt vagyunk teljesek. És ha ezt felismerjük és megszeretjük, akkor beindul a kreativitás. Mert akkor már nem lesz szükség kis örömpatronokra. Mert rájövünk, hogy az öröm az nem minden. Fontos persze, de hát azért van annyiféle érzés, mert mindegyiket át kell élni. De a kudarc az nem baj. Beleragadni az baj. De átélni nem baj. Mert a kudarc által kiváltott érzések fontos részei a létezésünknek. Ugyanolyan fontosak, mint az öröm. Ugye színházzal foglalkozom, és
azt tapasztalom, hogy a néző akkor részesül a legmélyebb színházi élményben, ha az, amit a színpadon lát, ellentétes reakciókat, vegyes érzéseket, összetett érzelmeket tudnak kiváltani belőle. És ha engedi ezeket az érzéseket szabadon áramlani, akkor megvalósulhat a katarzis, a megtisztulás. Ez színház nélkül is megtörténhet, vagy külső eszköz nélkül is megtörténhet bennünk, ha hajlandóak vagyunk önmagunkra elég figyelmet fordítani. Kikapcsolni az internetet, letenni a telefont, bezárni azt a játékot, nem keresni újabb sorozatot, hanem tenni egy lépést vissza önmagunkba. Átadni magunkat a puszta létezésnek. Hagyni, hogy az érzéseink hassanak ránk. Átélni őket. Mélyen. És akkor megtisztulunk. Köszönöm szépen.